kapitányban, már esztendőre van világ. Ilyen a magyar szabadság, ilyen-ilyen a nemzet. Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje. Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a hazán. A Fusz János Zeneiskola énekkara adott emlékműsort a Tolnai Szent István Parkban a 13 aradi vértanú kivégzésének 174. évfordulója alkalmából. A diákok felidézték a magyar honvédek reménytelen, de hősies küzdelmét a jól felfegyverzett és jelentős túlerőben lévő császári csapatok ellen. Ezt követően Appelszófer Ágnes polgármester mondta el gondolatait. A 174 évvel ezelőtti tragikus őszre, a magyar szabadságharc elfolytására és a forradalom utáni könyörtelen megtorlás áldozataira emlékezünk. A tiszteletadás perceiben azonban a büszkeség érzése is árnyalja a szomorúságot szívünkben. Az Európán végig söprő 1848-as szabadságküzdelmek között a magyar forradalom és szabadságharc volt az egyetlen, amely nem elsősorban belső gyöngesége miatt bukott el, hanem az ellenség megsemmisítő katonai fölénye következtében. 1849 nyarára a császáriak mellett a beavatkozó orosz csapatokkal is szembe kerülő magyarok sorsa gyakorlatilag megpecsételődött. Augusztus 13-án a fővezérré kinevezett Görgei Artúr Világosnál letette a fegyvert. A haza gyászba borult. Amikor a túlerő legyőzte a szabadság és függetlenség ügyét, nem a nagy lelkűség, a megbékélés időszaka jött el, amely megnyugvás hozhatott volna a lelkekben, hanem a kicsinyes bosszú, a megfélemlítés politikája. Az osztrák kormány példát akart statuálni. A leszámolás voltaképpen már a fegyveres harcok során elkezdődött. Hajnau, az osztrák fővezér hadjáratának kezdetén kiáltványba tudatta, hogy aki a magyar kormánnyal és a hadsereggel bármiféle kapcsolatban áll vagy állt, büntetésre számíthat. Noha a bécsi kabinet augusztus 20-án a közkatonáknak amnestiát ígért, ez nem jelentett büntetlenséget. Sokakat a császári seregbe soroztak be, a magasabb rangú tiszteket, tisztviselőket és képviselőket hadbíróság elé állították. A halálos ítéletek jóváhagyásának jogát a kérlelhetetlenségéről ismert Hajnau kezébe adták. A tárgyalások sorrendjét a szabadságharcban betöltött szerep súlya határozta meg, folytatta a polgármester. Először Pesten gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnök, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylő főtisztjeinek perére került sor. Batthyány Lajost még 1849. januárjában fogták el Pesten, a Károlyi palotában, majd a budai laktanyába zárták. A magyar seregek közelettével átszállították Pozsonyba, Rajbakba, majd Olmützbe. Batthyány ekkor is később is mindvégig ragaszkodott ahhoz, hogy valamennyi cselekedete törvényes volt, és nem ismerte el a bíróság illetékességét. A bécsi kamarilla azonban őt tekintette a forradalmi mozgalom egyik elindítójának, és elhatározta, hogy kivégzésével példát statuál. Pere kimondottan koncepciós per volt. Magyarország csak a császár 1848. október 3-ai manifestumai után számított lázadó országnak, Batthyányt azonban az azelőtti 1848 nyári tavaszi tetteiért vonták felelősségre. Az 1849. augusztus 16-án Olmützben összeült haditörvényszék először börtönbüntetésre és vagyonának elkobzására ítélte, majd azt Schwarzenberg miniszterelnök és a bécsi udvar nyomására halálra változtatta. Hajnau még kegyelmet adhatott volna, ehelyett azonban jóvá hagyta a halálos ítéletet és elrendelte felakasztását. Utolsó engedélyezett látogatáson felesége egy törcsempészetbe Batthyánynak,
aki ezzel súlyos sebeket ejtett a nyakán, de életben maradt. Sebei miatt azonban az ítéletet kénytelenek voltak golyó általi halálra módosítani. Aradon a 13 honvédtábornokot és ezredest szeptember 26-án ítélték halálra, mint felségsértőket és lázadókat. Az ítéletet Hajnau szeptember 30-án hagyta jóvá. A kivégzéseket október 6-ára a bécsi forradalom és a Latour hadügyminiszter meglincselésének évfordulójára időzítették. 1849. október 6-án, még napkelte előtt, az aradi vár egyik sáncában golyó által kivégezték Kis Ernőt, gróf Tesefi Arisztidet, Schweidel József honvédtábornokokat és Lázár Vilmos honvédezredest. Nem sokkal később esküjük megtartása miatt a vártól délre, a Marosár terén vitónoltottak ki Holtenberg Ernő, Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Alajos, Damjanics János és gróf Vécsei Károly honvédtábornokok életét. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. A gróf nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet hóhérainak. 1849 őszén azonban nem csak a 13 főtisztet és a miniszterelnököt, Batthyány Lajost végezték ki, hanem közel 120 embert, köztük Perényi Zsigmond házelnököt, Csány László és Jeszenák János kormánybiztosokat, külföldi önkénteseket. Aradon a katonai elit kivégzése már augusztus 22-én elkezdődött, amikor felakasztották Ormai Norbert ezredest, később október 25-én agyonlőtték Kazinci Lajos ezredest. Lenkei János tábornokot csupán azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott. Ő néhány hónappal később az aradi kazamatában halt meg. Ezen felül halálra vagy hosszú várfogságra ítéltek több száz honvédtisztet, és több ezer közhonvédet kényszerítettek a Habsburg hadseregbe szolgálni. Ma rájuk is emlékezünk. Appelszófer Ágnes úgy fogalmazott, hogy a szabadságharc ugyan elbukott az osztrák és orosz túlerővel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiába való. A küzdelem társadalmi vívmányait, a jobbágy felszabadítást, a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem lehetett meg nem történni tenni. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet a magyarság akkor felmutatott, olyan rokonszenvet váltott ki Európa, sőt Amerika szerte, amely sokáig táplálta azt a reményt, hogy egy kedvező fordulat alkalmával egyszer véglegesen kivívhatják a függetlenséget. A haza függetlensége 1867-ben a kiegyezéssel, a korlátokkal is, de megvalósult. Újra lett felelős magyar kormány, az ország megindult a felemelkedés és a gyarapodás útján. Azóta nyilvánosan is tisztelgünk a mártíroknak, ők a történelmi győztesek. Október 6-a a magyar történelem gyásznapjai közt az egyik legismertebb. Kossuth 1890-ben rögzített emlékbeszédében Aradot a magyar Golgotának nevezi. Mi találó ez? Ahogy Jézus szenvedésével váltotta meg a világot a Golgota hegyén, úgy áldozták vérüket a szabadság hősei a magyar hazáért. Ezért aztán Arad emléke nem lesújt, nem megfélemlít, hanem éppen ellenkezőleg, bátorít, ösztönöz. Ha ilyen kiváló emberek áldozták életüket a nemzetért és egész Európa szabadságáért, akkor igyekeznünk kell méltónak lenni hozzájuk. Legyen örökké áldott az aradi 13-ak és minden magyar mártír neve. A város első emberének beszédét követően az esemény lezárásaként a település vezetői, a társadalmi szervek, illetve az intézmények képviselői koszorúkkal és mécsesekkel rótták le tiszteletüket a Szent István Parkban felállított emlékműnél.